Szervusztok! Szeretettel köszöntünk benneteket, Lovászi Marcsi vagyok, beszélgető társam Szentes Róbert. Szia Robi, örülök, hogy újra látlak. Ma egy érdekes témát hoztam, felbukkant nem olyan régen így előttem, egy konkrét példát hoztam most a betegségek, gyógyulások, útvesztői, ezzel kapcsolatban szeretnék veled beszélni. Egy konkrét példa. Egy kis csoport vezetője arra kéri a kis csoportot, hogy egy anorexia nervóza, ez egy elég komoly betegség. Persze tudom, hogy vannak videóid, amiben a betegségek hátteréről ugye szépen megvilágítod, de mivel ez egy elég komoly betegség, és ugye arra kér a csoportvezető, a társaságot, hogy fejezzük ki a gyógyulási szándékot ennek a kislánynak, aki ebben a problémában küzdelme van, a szülőket sem ismerjük, és ebben nem kérdőjelek bukkantak föl. Ugye nagyon sok ilyen internetről szedett különböző módszer van, hogy álljunk össze, akár 9 ember neves előadók szájából lehet ilyet hallani, és milyen csodás teremtéseket lehet ugye végbevinni. Ebben a helyzetben én ez kicsit kérdőjeles vagyok, és szeretném kérdezni a te véleményedet, te, aki több évtizedes tapasztalattal rendelkezel, és elég komoly betegségekkel te láttál már. Te ezt hogyan látod? Elég egy olyan, hogy egy kis csoport összekapcsolódik, ki főre fejezi a szándékát? Te ezt hogyan látod? Oké. Okay. Azt hiszem, ez egy nagyon megint egy időtálló, egy apropó téma, mert amit az emberek abszolút nem fogtak fel eddig, hogy minden az elméből származik és onnan jön. Az elme az egy ilyen háttértároló, egy ilyen végtelen mennyiségű felvétellel rendelkező emlékhalmaz, és az emlékhalmazok ugyanúgy beleszólnak a teremtésbe, mind amit mi tudatosan kimondunk, azaz kijelentünk, vagy meditációban megfogalmazunk. A te esetedben, amit kérdezhez az anorexia nervosa, ez egy női probléma, amikor a lány tipikusan nagyon mérges a mamára, anyukára. Ezeket az energiákat csak a lány tudja magának gyógyítani azzal, hogy meggyógyítja az anyukájával a viszonyát. Ezek elmei programok. Na most, a szándék, ugye, amit ez a csoport csinál, ez a felszínen jónak tűnik, viszont ugye a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve. Amit az emberek nem értenek, hogy az elméjük tele van egy millió nagyon utálatos, nagyon gyűlölködő, nagyon rossz minőségi programmal. Amikor ők próbálnak gyógyítani mást, nem csak a felszínen látható dolgokat nyomják, frekvenciákat tolják, hanem az alsó rétegekben a gyűlölködést, a fel nem oldott traumáknak a tízezreit is. Nagyon kell most az új embernek vigyázni, észnél lenni, mert nagyon sok tanítás hamis volt. Hamis olyan szinten, hogy fél megoldásuk. Álljunk körbe, és akkor tudod, kumbaja, és akkor mindenki jól lesz. Nem így működik. Ez megint egy az egónak, az ördögnek a világa. Ha énnek velem van több krisztusi, meg szólal krisztusi tudatosságú ember, mi körbeállhatjuk az életet, és az meg fog gyógyulni. De a legtöbb ember még nincs ezen a tudatossági szinten, mivel nem ürítette ki az elmét. Ez mindennek ez az alapja. Mennyire takarított és integrált az elme. És én is ugye évekig tanultam nagyon sok modalitást, több száz modalitást, a kedvesem is egy réki mester. Az a lényeg, hogy nincs rossz modalitás, csak nagyon nagy hiányosságok vannak a modalitásokon túl. És ezeket a hiányosságokat az emberek nem ismerik, viszont az új embernek ezeket meg kell ismerni. Igen, amikor különböző tudatosság szinten kapcsolódnak össze emberek, ez okozhat valami zavart a kifogadó
annak a rendszerében, már az energia rendszerében, úgy gondolom, hogy ezt hogyan látod. Mert amikor valaki nem azon a tiszta tudatosság szinten, hiába a jó szándék, ugye, hogy okozhat-e valami olyan dolgot. Igen. Először is nem lehet belekontárkodni engedély nélkül más életében. Ezt nagyon sok gyógyító nem érti. Belenézek az akasádba. Ne nézzé. Nincs rá meg az engedélyed. Ez egy támadás. Ne küldjél senkinek frekvenciát, mert a saját gyógyulatlanságod ugyanúgy ontja a másikra, és az is egy támadás. Amikor én dolgozom, én akkor a 13. dimenzióból a teremtő mester, a kollektívból kérek energiát, magamon kívül én csak irányítom az univerzumot. Kell az engedélye ugye a kliensnek, és el kell tudni fogadni a gyógyulást. Eddig a gyógyítóknak egy jó része, nem tudom most a százalék arányt, de próbálta magát valahol bizonyítani így a gyógyulás területén. Ez egy egyezmény. A gyógyuló félben lévő embernek el kell tudni fogadni az energiát, és a gyógyuló félben lévő embernek ugyanúgy felelősséget kell vállalni az eddigi teremtésért. Ez eddig hiányzott. És az a lényeg, hogy mind a gyógyítóknak, mind a gyógyulásban lévőknek eszméletlen sok oktávot fel kell mennünk tudatosságban, mert ez az óvodás szintű megközelítési mód, ez tette tönkre már az 5. civilizációt. Sokszor mondtam, hogy mindig van kiút, de a kiút az nem a fakarddal hadonászás, hanem egy komoly, mély elmei tanulás, az elmének a kitisztítása, és akkor azokat a programokat, azon programok által tudjuk feloldani a nem kívánatos mintákat és betegségeket. Igen, főleg, hogyha a gyermekről van szó, mert itt ugye kislányról van szó, tehát itt még nem is biztos a beleegyezés, itt inkább a szülőknek kell ugye a beleegyezése. Igen. A 18 éves kor alatt a szülők beleegyezhetnek, természetesen akkor jönnek itt plusz energiák, mert a szülőknek is kéne magukon dolgozni, tudod, eddig a hanyag, gondolkodásmód, a felelőtlenségeink, ezek mind megmutatkoznak a fizikai síkon. A függetlenül mindettől a kislány meg lehet gyógyítani a megfelelő technikákkal, de a technikák mély elmei síkon futnak, és amíg azok a logikák nincsenek ismerve, vagy feltárva és alkalmazva, addig részleges megoldásokkal találjuk magunkat szemben. Nagyon szépen köszönöm. Tehát ez igazából óvaint mindenkit, aki jó szándékkal bele akar avatkozni. Tehát akárhogy is egy beavatkozás, és úgy látom én is, hogy ez nem a legjobb út. Tehát kellő felkészültség kell ahhoz, hogy valaki tényleg ott legyen abban a szituációban, és tényleg valódi segítség legyen. Ugyanakkor a nagyon szép gyógyulásokat is lehet látni, ugye interneten is szintén, amikor biztos láttad már azt a videót, minden rendben van, tehát körülállják a pacienst, és akár pillanatok alatt is ugye meggyógyul. Beszélnél ezekről a gyógyulásokról, amikor, hát ott nyilván, hogy akkor ott olyan tudatossági szinten lévő emberek kapcsolódnak, hogy illetve a paciensnél is biztosan szükséges valami olyan nyitottság. Tehát a kettőnek a szinkronicitása találkozik ott, tehát a paciens részéről is megvan a nyitottság és a kellő tudás a másik oldalon. Igen. Nagyon fontos a gyógyítók tudatossági szintje. A tudatossági szint annál magasabb, minél kiürítettebb az elme. A YouTube-bal, meg ezekkel a videókkal két probléma van. Az egy, hogy nem tudod, hogy igaz-e, a másik meg nem tudod, hogy ki, meg milyen energetikával bír az, aki csinálja a bemutatót. A
Az invertált Matrix világban, az ördög világában az embereket mindenáron próbálták lebeszélni a mély önmunkáról, a felelősségről, és az igazi megoldás, akkor megtalálnánk az utat vissza a fényhez, vissza tudnánk integrálni az erőnket, és isteni lényként veszélyt jelentenénk a sötétségre. És akkor minden elkövettek arra, hogy próbálják egyszerűsíteni, lebutítani a megközelítési módokat. Na most, én is, hogy mondtam, én tudok távgyógyítást, tehát én rákos betegeket tudok gyógyítani egy pár óra alatt, de vigyázni kell a YouTube-val, mert a YouTube sem a fénynek a teremtése. Tehát most mi használjuk, a Jedik is használják, de rengeteg információ ott az félrevezető és hiányos. Magyarul hamis. Aki igazán rendelkezik egy kis ésszel, egy kis intuícióval és egy kis szívvel, azért mondom, hogy kis, hogy nem is kell tudod Krisztusi meg szólár Krisztusi tudatosságra lenni, azt tudja, hogy ha minden ilyen egyszerű lenne, akkor nem állnánk itt. És aki beteg, én is voltam az, az azért van, mert egy alacsonyabb tudatosságú gondolkodásmód, egy rezgés halmaz azt létrehozta. Semmi gond, mindent lehet korrigálni, erről beszélek, és de csak úgy lehet korrigálni, hogyha az elmei, a mentális síkon a programjainkat, a mintáinkat felismerjük, feloldjuk profi technikákkal, és utána úgy beinstalálunk egy olyan világképet és egy olyan irányt a belső tudattalan világunkba, hogy ne jöjjön létre újra ez a nem kívánatos eseményt, úgy hívjuk, hogy betegség. Ha belegondolsz, csak azért vagyunk betegek, mert tudattalanok vagyunk. Oké, tetszik vagy nem tetszik, ez van. Ez velem rám ugyanúgy igaz volt. És minél inkább ezt a logikát, teremtői logikát megismerjük és bevállaljuk, annál kevesebb probléma létezhet a fizikai síkon. Ez mindig egy nagy titok volt. Bár már Plátó is megmondta, az összes filozófus, Andrew Carnegie már mondta, mindenhonnan ez ömlött, csak az embernek az egója mindig töröl, tudod, és elsiklott a figyelme felett, hogy az elméd ura legyél, és semmi probléma nem tud létezni, csak az felelősségre jár. Azért kell a traumákat oldani, mert amíg az ember úgy érzi, hogy kiheveretlen, régi veszteségei vannak, addig ő nem fog semmi áldozatot idézőbe hozni, mert fél, hogy újra megismétli a traumát, és inkább marad a régivel, a régi mintákkal, amik önpusztítóak, és sokszor halálosak. És erre ébred most fel az emberiség, én ennek roppantul örülök, hogy az elme és a trauma oldás, a két, tehát ez a legfontosabb dolog. Minden technika, ami nagyon felszínes és egyszerűnek tűnik, én is, hogyha csinálnék egy demót, lehet, hogy egyszerűnek tűnik, de az alatt több száz dolgot csinálok. Azért tanítom ezt a nagyon precíz megközelítési módot a tréningkurzusaimban, mert sokszor mondtam Marci, hogy ez egy idegsebészet. Ez is olyan, hogyha látsz mondjuk egy jó sofőrt, tudod, ugyanúgy pörgeti a kormány, mint a más, viszont soha semmi baj nem lesz, és nagyon profin manőverezik a földúton, a jégen, a sárban, a vízben, esőben, napsütésben, csak akkor az ember, aki nem tudja a mélységeket, az úgy tűnik, hogy ez egy tök egyszerű valami. Minden egyszerű, amíg mi el nem kezdjük azt csinálni, és rá nem jövünk, hogy nem is olyan egyszerű. Olyan mélységek vannak minden profizmus mögött, hogy ihaj. És a gyógyítás, ugye az, amiről most beszélünk, ez is egy fontos ága az életnek. Nem lehet így folytatni tovább, ahogy eddig csináltuk. Felelőtlen, tunya, tudod, mondtam, tunya magad, vagy viselkedés, meg gondolkodásmód volt, és a gyógyítókon most nagy felelősség van. Meg kell tanulni az elme struktúráját, mert az okoz mindent. Igen. Hát a legújabb könyved is nyilván, hogy ezek mind szépen fölvázolod, és ez lehet az egyetlen út,
bármennyire is ezek ilyen szemfényvesztő dolgoknak tűnnek, és nagyon egyeseknek egyszerűnek tűnik, de mégsem olyan egyszerű. Igen. A távgyógyításról valamennyit, egyáltalán az mikor jöhet szóba, mivel tudom, hogy ezzel is foglalkoztál, foglalkozol, arról egy kicsikét még, hogyha mesélnél. Igen. Mi szükséges annak, aki ezt, bárki erre sem ugye alkalmas, és aki ezt fogadja ő neki? Szuper jó a kérdés, és a távgyógyítás nem arról szól, hogy én energiát küldök valaki másnak, mert nagyon precíz logika szerint átvezetem őket a spirituális és a kvantum pszichológiai elakadásokon, amik okozták az ők problémáját. Vissza ugye megint az egyedi vagy az egyéni felelősséghez, hogy csak azért van probléma, rossz térkép szerint mozogtunk, vagy rossz a programokat futtattunk, és semmi gond, mivel ugye ezt nem tanították eddig, most viszont ez lesz az új muszáj és az elvárás az új földön, hogy az emberek tanulják meg az elméjüknek a teremtési mechanikáját, mert ezért mutogat mindenki a külvilágra, nem értvén azt, hogy ezt mi csináltuk. Én, mikor távgyógyítok, akkor az akár több ezer lépés is lehet. Ezért tudod, mikor említetted ezeket az ilyen nagyon egyszerűnek tűnő csillámporos videókat, attól függ, hogy ki csinálja. És nem olyan egyszerű, mint az emberek hiszik. Ezt sokszor mondtam már, hogy ide eszméletlen profi tudás kell. Én azért nem szeretem most már a távgyógyítást csinálni, mert az emberek nem tanulják meg a rájuk kiszabott felelősséget. Viszont nagyon, nagyon sokat távgyógyítást csináltam állatokra, kutyákra, cicákra, stb. Ők vele könnyű dolgozni, mert az állatok nagyon őszinték, és nekik a leges, legnagyobb bajuk nem az, hogy ők cicák, vagy kutyusok, vagy lovak, hanem a gazdájuk. Az embereknek a feloldatlan traumáit veszik át, és akkor az állatokat bántja az ember. Tehát a távgyógyítás azt nagyon-nagyon-nagyon óvatosan kezelem, mert aki velem van, úgy érte, hogy tanult tőlem, és ismeri a metódikákat, és tényleg precízen belemerül ennek a tudománynak a mélységebe, neki fogok távgyógyítást csinálni, de úgy, hogy elmagyarázom, mit csináltam. És azért én csinálom, mert olyan még kvantum mélységek vannak, amire ő vagy a diáki még nem tartanak ott. Ennyire egyszerű. Tehát tudod, ez is, hogy van egy profi mentor, most beszéljük egy egyszerű fiús példáról, van egy jó hegesztő. Azt mondja, figyelj, most hadd csináljam én meg, mert ha nem, akkor szétolvasztod a fémet, és nincs belőle, nincs egy másik. Így kell csinálni. És utána tudod, az ember tud gyakorolni más ilyen használt fémen. Tehát ez ugyan itt, amit én csinálok, az olyan eszméletlen felelősséggel jár. Itt emberéletekről beszélünk, itt emberi egészségekről beszélünk, itt nem, ez nem vicc. És én teljesen tudatában vagyok ennek, és azért mindig is, ahogy neked és a hallgatóink meg a nézőinknek mindig mondtam, hogy ez egy ideg sebészet. Ez nem egy egyszerű Mickey Mouse típusú megközelítés, és ez most az új embernek el kell sajátítani. A távgyógyítás úgyis, miután végeztem a traumaoltással, mert nekem mindig mondják az égiek, hogy nagyon szívesen segítenek, de csak azután, miután feloldottam a traumákat. 14 trauma típus van, abból több ezer van mindenkiben, ebből olyan asztrál traumák is vannak, hogy az ember rosszul lenne, hogyha megtudná, hogy mi is folyik még igazán az ember elméjében. Én ezeket oldom, feloldom. Nekem már, én már átmentem egy millió ilyenet, ez majd egy kis ujjamból kínálom. És akkor jön egy nagyon érdekes lépés. A 12. dimenzióban van egy gyógyító űrhajó. És engem itt ismernek. Engem úgy szólítanak, hogy testvérem, vagy főnök, vagy tudod, tehát ismerik. És akkor azt tudjuk, hogy én kitakarítottam a traumákat, meg ezeket az asztrál utálatos dolgokat az emberekből, megkérem ezeket az ismerőseinket, hogyha szeret így fogalmazni, hogy amíg alszik,
a gyógyításban lévő személy, hogy segítsenek a fizikai testét gyógyítani. És akkor csinálják a fényterápiát, nagyon, nagyon érdekes, már mutatták nekem, mit csinálnak, és sokszor a klienseim a távgyűjtésre mondták, hogy olyan volt, mintha űrhajón lennék, ott is voltál. És mintha sárga fény lett, vagy arra fény, az is volt. Tehát olyan érdekes, hogy ahogy nyílik meg a tudatosság az embereknek, olyan szinten most már vevők rá. Mert ott eddig az ego, meg az ördög világában mindenki azt hitte, hogy minél több pénz, annál több eszed van, és ez pont fordítva arányos. Hát, most már rá kell jönni, hogy van egy eszméletlen kvantum energetika a háttérben, ami irányítja a világot, és ennek részei vagyunk mi. És mi teremtünk, mi irányítjuk az univerzumot, viszont vannak olyan láthatatlan aspektusok, hogy most azt meg kell tanulni. Hát ez csodálatos, ezt igen. Ezzel meg kell érni, ki kell nyílni, ez nagyon, nagyon szép valóban. Így most, ha bármit üzenhetnél a jó szándékú embereknek, akik ugye segítőkészen próbálnak viszonyulni a másik emberhez, mi lenne az most, mi, amit A most üzenél? gyógyítóknak, vagy a gyógyulásba Jó, lévőknek? mindenkinek, mindenkinek, aki gyógyulni akar, és aki gyógyítani mindenkinek. Oké. Addig, amíg most letöltöm ezt, és akkor ez is ilyen, tudod, ismered ezt a stílust, jó? Tehát Igen. addig, amíg az ember tagadja, hogy a megtapasztalás az ő teremtése, addig nincs kiút. Senki más igazándiból nem tudja a mi utunkat kitaposni és megtapasztalni, nekünk kell ezt megtenni. Bármi régi hibánk, vagy hibák, amiket mi hibának titulálunk, vagy kudarcnak, azok korrigálhatóak. Minden korrigálható. Viszont fel kell fedezni azokat az elmei programokat, logikát, ami ezeket a nem kívánatos mintákat teremtette, és ezek azért fontosak, mert amikor ezeket felfedezzük, akkor a törzsfejlődésünkhöz is ezek a felfedezések hozzájárulnak. A kettő együtt fut. Törzsfejlődés, gyógyulás. Minél inkább akarunk gyógyulni, annál inkább találunk ilyen logikai kapukat, falakat, áttöréseket, félelmeket, és ahogy ezeket oldjuk, úgy egyre inkább fejlődünk rezgésbe. Az általános üzenetem akkor az új jó gyógyítóknak és a gyógyulásba lévőknek, ezt már úgy is érzik, az új humanitás itt van. Megtörtént az időségtörés. November 29-el és december 19-ével mindenki érzi, hogy teljesen más energiák vannak. December 20-án megduplázódott a Föld frekvenciája. Teljesen ötdimenziós frekvenciákban vagyunk, ezek diszonanciát okoznak, és gyógyulást is egyszerre. Ezért nagyon fontos az elmének, a programjának, és elfogadni tudni a fényt. Mindenki meg tud gyógyulni, ha hagyja, ha nincs elmei ellenállás, és minden gyógyítónak azt kívánom, hogy ne álljon meg, hanem mélyüljön, tanuljon és gyarapodjon. És akkor egy jó világot tudunk teremteni. Köszönöm szépen, csodálatos végszó volt, és kívánom mindenkinek, hogy valóban belelépjen abba az erőbe, ami a könyvedben is említett, hogy minden erő megvan bennünk ahhoz, hogy kilábaljunk bármilyen helyzetben is vagyunk. Nagyon boldog napokat, nagyon szép ünnepeket kívánok mindannyiunknak, nagyon boldog karácsony neked is, és köszönöm szépen ezt a beszélgetést megint, Robi. További szép napot kívánok neked. Szia! See you. Yeah.